Idén is lesz kalantúrája a szerelmeseknek Kanizsán. Ezzel a vasárnap induló házasság hetéhez kapcsolódnak a szervezők, akik már két éve is megrendezték a szerelmes kalantúrát. Az akkori siker miatt ismét összeállították a programsorozatot, amely most Valentin napon kezdődik és egészen március 20-áig tart. A párok a sorozat ideje alatt változatos programokon, előadásokon, filmvetítéseken vehetnek részt és értékes ajándékokat is nyerhetnek. Ehhez a tízállomásos állomásos kalantúra során legalább hét eseményen kell részt venni. A randi levelek a Turinform a programban résztvevő templomokban, valamint február 14-én az Erzsébet téren érhetőek el. Bövebb információ a szerelmes kalantúra kanizsa elnevezésű közösségi oldalon található. Mi hiszünk abban, hogy a, hogy a párkapcsolatokkal, párkapcsolatok csak akkor lesznek erősek, hogyha ezzel foglalkozunk. Tehát mi alapvetően egy jó párkapcsolatban élünk, jó házasságban élünk, és. Tudjuk azt, hogy ez csak akkor működik, hogyha, hogyha dolgozunk rajta. Tehát ez nem megy magától, és erre szeretnénk felírni igazából a figyelmet, hogy ne csak a valentin nap legyen egyszer egy évben az, amikor kedveskedünk a párunknak, hanem, hanem ezt a, a házasság hetét és a szerelmes kalantúrát azért is tartjuk meg, hogy ez egy, ez egy hosszabb ideig tartó párkapcsolatépítés legyen, és felhívjuk a párok figyelmét arra, hogy erre szükség van.